Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Testvéreim, Szent Misén kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk a közösséget! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Amen. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Ezt a szentmisét elhunyt szülőkért és élő családtagokért ajánlom fel. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, segítsen minket a Kármelhegyi Boldogasszonynak, a dicsőséges Szűz Máriának áldott közbenjárása, hogy oltalmazó kezétől vezetve eljussunk ahhoz a hegyhez, amely maga Krisztus, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Örvendj és újjong, Sion leánya, mert íme eljövök majd, és nálad lakom, mondja az Úr. Azon a napon sok nép csatlakozik az Úrhoz, és az ő népévé lesznek. Az Úr majd nálad lakik, és te megtudod, hogy a seregek ura küldött engem hozzád. Birtokba veszi majd Júdát az Úr, mint az ő osztály részét a Szent Földön, és ő újra kiválasztja Jeruzsálemet. Hallgasson el most minden test az Úr előtt, mert már elindult szent hajlékából. Ez az Isten igéje. Boldog vagy, Szűz Mária, mert az örök atya szent fiát te hordoztad. Boldog vagy, Szűz Mária, mert az örök atya szent fiát te hordoztad.
magasztalja az én lelkem, szíve bújjog a döntő Istenemben és megváltomban. Tekintetre méltatta alázatú szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek. Boldog vagy, Szűz Mária, mert az örök atya szent fiát te hordoztad. Halleluja, 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 halleluja. Boldogok, hogy Isten szavát hallgatják, és meg is tartják azt. Halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak, anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki, ki az én anyám? És kik az én rokonaim? Majd kitárt a kezét tanítványai felé, és így szólt, ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Jézust körülveszi a családja. De mi is az a család? Miért beszél Jézus arról, hogy kik az ő testvérei, nővérei és anyja? És nem arról akarok beszélni, hogy a családban ugye az édesapa férfi kell, hogy legyen, az édesanyja nő kell, hogy legyen. Sokkal inkább a családon belüli kötelékről. Mert abban legyünk őszinték, hogy a családtagokat nem mi választjuk. A családtagokat kapjuk. De mégis a családban lévő kötelék, a családban lévő kapocs az, amire mindig számíthatunk. Ha mást nem is tanultam otthonról, nem is hozok otthonról talán, akkor azt az egyet mindenképpen, hogy a család az utolsó mencsvár. Bármekkora a baj, bármennyire úgy érzem, hogy egyedül vagyok, a család mindig ott van. És így mereggelezem gondolkodva, hogy ez hogy is jelent meg az életemben, nagyon érdekes volt ezt így összeszedni. Van egy bátyám, akitől megtanultam focizni, rávezetett arra a filmeknek a szeretetére, ami a mai napig bennem van és meghatároz, és valahogy mindig egy fajta példaképként tekintettem a bátyámra. Ott van két nővérem, akik mindig is istápoltak, akik vigyáztak rám, akik tanultak velem. Ott van édesapám, aki mindig is egy nagyon komoly példa volt az életemben, nem csak a türelme miatt, hanem az a fajta lelkesedése miatt, mind a munkában, mint az életben, amit remélem át tudott nekem adni. És ott van nevelőanyám, aki a szeretetét általában úgy fejezi ki, hogy ha hazamegyek szabadnapomon, akkor az első kérdése az, hogy kisfiam, mit eszel? És akkor általában egy ilyen nagy kübli, hát vagy pacalt, vagy csülköt kapok ott ebédre. De miről is szól ez az egész? Mi a családnak a lényege? A család az ott van egymásnak. Segíti a másikat, és nem tagadhatja meg a másikat, mert a mondani szokás, a vér kötelez. Valahonnan származok. Vannak felmenőim, vannak őseim, akiknek hordozom a hagyatékát. És Jézus erről beszél. És igen, minket itt a templomban nem a genetikai vér köt össze, de mégis összeköt valamilyen vér. És ez a vér Krisztus vére. És ez az, ami összekapcsol minket. A megváltónak a vére, a tanítás, az Isten szava össze kell, hogy kössön minket. Mert akkor
ha ez nem köt össze minket, akkor vadidegenek vagyunk egymás mellett összezárva. Igen, nézzük a másik tarkóját. Jó, te is itt vagy, te is itt vagy, te is itt vagy. De számíthatunk egymásra? Segítjük egymást? Támogatjuk egymást? Vagy pedig el vagyunk egymás mellett? És sajnos, mondom azt, nagyon sok családban láthatjuk azt, hogy el vannak egymás mellett. Nem élik meg azt a köteléket, nem élik meg azt a egymásra hagyatkozást, amit a család jelent. Tanítani, példának lenni egymásnak, és segíteni egymást. És amikor az ember átbillen onnan, hogy nekem is vannak a családból példaképek, de a következő generációnak én is példakép lehetek, az egy picit megrettenti. Keresztfiam az, aki mondjuk így családon belül mindenki azt mondja, hogy ő Kristóf II. És van, aki nem feltétlenül a legjobb hanghordozással mondja, de számára példaképnek lenni, mert felismerni azt, hogy igen, hasonlít rám. Igen, példaként tekint rám, és ez felelősség. És itt, a keresztény közösségben egymásra példaként tekintünk, és tudunk egymásnak segíteni az imában, a kitartásban, példának lenni abban a következő generációnak, hogy figyelj, a gyónás igen, lehet, hogy nehéz, de megéri. Járj templomban nem azért, mert muszáj, nem azért, mert most én rád parancsolok, hogy itt leszel, hanem megmutatni neki azt, hogy ez egy érték. Megmutatni azt, hogy itt az Istennel találkozik. És igen, példának kell lennünk. Példamutató életet kell élnünk. És elfogadni azt, hogy vannak benne esések. Vannak benne botlások. De ettől teszi, ezt teszi még értékesebbé ezt a példát. Összeköt minket Krisztus vére, ahogy a családot is összeköti a vér, és összeköt minket az, hogy egymásra példaként tudunk tekinteni, és a másiknak példák tudunk lenni. Ha ezt hajlandóak vagyunk elfogadni, és meg tudjuk élni, akkor valóban Krisztus testvérei, nővérei és családja leszünk, mert minket Krisztus meghívott. Az ő vére köt össze, és az a feladat, hogy tovább adjuk a hitet és a hit megélését a következő generációnak. Amen. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket. Urunk, te szűzanyádat rendelted egyház anyjává, az ők közbenjárására tartsd meg Szent Hitben Ferenc pápánkat, Péter főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, Szűzanyád a világ királynője, az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, Szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, Szűzanyád a mi édes reménységünk, az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott. Találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, Szűzanyád a mennyország ajtaja, az ő közbenjárására engedd el az elhunyt szülők és testvéreink hátralevő büntetését, és vezess be őket az örök életbe, az élő családtagok pedig kapják meg a szükséges kegyelmeket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket!
Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűz anyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedbe az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk is az egész Atya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, segítsen minket Szent Fiad, aki emberré lett és szűztől született. Ő, aki édesanyjának szűz épségét nem vette el, hanem inkább megszentelte, szabadítson meg gyarlóságainktól, és tegye kedvessé előtted áldozatunkat. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jóvoltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő úrunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újjongással zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőségedbe töltik a mennyet és a földet, hozsánna a magasságban, áldott aki jön a Úr nevében, hozsánna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkat, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal is, minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenkor. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Békesség. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmad nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmad nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Akik a rádión keresztül csatlakoznak a Szent Miséhez, imádkozzuk el a lelki áldozás imádságát. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Amen.
rejtett istenség, csoda irgalom. Ó, angyali asztal, kenyerre bora, szívünk szágba vasztal, drága lakoma. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük az égi kenyeret, kérjük kegyelmedet, hogy akik Szűz Máriát örvendezve ünnepeljük, őt követve mi is méltók legyünk a megváltás művét szolgálni. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Máriának égi imádfogunknál van segítség, oltalom, mint a harmad száz szívéből ránk is csendesítő bizalom. Hét örömmel állva Istenünktől, szent öröm közt vált meg életétől, elvitett fél mennyek országába, örök élte vigalom. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Üdvözl légy, örökké áldott légy az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember Krisztus Jézus. Minden áldás élő kútfeje, menny és föld, Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen.